Köszöntöm a Trió TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2020. április 24-én, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Egy igazolt koronavírus megbetegedés volt eddig Bükön, a lakosság ellátása folyamatos a veszélyhelyzetben. Köszönet a tűzoltóknak és az egészségügyben dolgozóknak is. A vírushelyzet aktualitásait összegezte a csepregi polgármester. Helyükre kerültek a sétány kövei, néhány hét múlva kész a büki templompark. Új helyszínen, egyelőre szűkösebb időkeretben, de ismét nyitva a büki termelői piac. Otthoni próbákkal vészelik át a vírushelyzetet, elhalasztotta bemutatóit a sok színpad. Citrombillegetőt láttak Vas megyében most először. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Egy igazolt koronavírus megbetegedés volt eddig Bükön. A lakosság ellátása pedig folyamatos a veszélyhelyzetben. A járvány aktualitásait összegezte a polgármester. A járvány megjelenése után elsősorban, ahogy az ország egésze, vagy Európa egésze, itt is a kármentés, az emberi élet védelme, illetve a kontaktus, a személyes érintkezések számának a csökkentése kellett, hogy elsődlegesen megvalósuljon. Ez azt jelentette, hogy az intézményeinket fokozatosan bezártuk, takaréküzemmódra állítottuk, ezek erről folyamatosan tájékoztatást adtunk a lakosságnak. Ezeknek köszönhetően is a fertőzések, megbetegedések száma, karanténok száma is csökkent. Ugye ez idáig egyetlen regisztrált koronavírusos beteg volt Bükön. Mondhatni így, hogy hála Istennek, hogy múlt időben tudunk beszélni erről a betegségről, hiszen kigyógyult belőle, és ráadásul otthoni környezetben, tehát nem szorult kórházi ápolásra, ami nagyon jó. A többi karantént a rendőrséggel egyeztetve folyamatosan felügyeltük, abban az esetben, hogyha ellátásra volt szükség, akkor a jelzés megérkezett hozzánk, és akkor megtettük a dolgunkat. A másik fontos dolog, hogy a betegeken túlmenően a lakosság egészének, illetve a rászorulóknak az ellátását is biztosítani kellett. Itt elsősorban a bevásárlás, a gyógyszerkiváltás, illetve a közétkeztetésnek a biztosítása történt. A főzőkonyhánk az folyamatosan üzemel, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai, valamint a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ dolgozói kiszállítják az ételt, tehát ezek az alapellátások működnek. Sokan dolgoznak a vírushelyzetben Csepregen, köszönetet mondott a polgármester, és azt kéri, mindenki viseljen arcmaszkot, legalább a bevásárlások alkalmával. Hála Istennek elmondhatom, hogy koronavírussal fertőzött személy sincs, illetve házi karanténban lévő személy sincs Csepregen. Mindenek előtt azt is szeretném elmondani, sőt nem is elmondani, hanem köszönetet nyilvánítani mindazoknak, akik bármilyen módon részt vettek a mai napig is a koronavírus járvány elleni védekezésben. Gondolok itt ugye elsősorban a szociális szférában dolgozókra, az egészségügyben dolgozókra. Említhetném a polgárőröket, hiszen rengeteget járőröznek, fokozatosan figyelnek arra, hogy igenis tartsuk be azokat az előírásokat, amik által visszaszorítható a vírus terjedése. Külön köszönetet kell mondanom a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, és az egész tűzoltóságnak, hiszen ők is folyamatosan végzik a közterületek fertőtlenítését. Nem kis munka egyébként az, hogy ez ténylegesen egy olyan megelőző feladat, egy olyan megelőző eljárás, ami tényleg azt mondom, hogy megkívánja azt az odafigyelés és precizitást, amivel ők rendelkeznek. És ha már a köszönet, nem szabad elfelejtenünk az önkénteseinket sem, hiszen nagyon-nagyon sokan vannak, akik igényeltek akár gyógyszerkiváltást, akár bevásárlást, és hála Isten, egy szép számú önkéntes csapat segíti az ő mindennapjaikat is. A koronavírussal kapcsolatos intézkedések, tehát most ugye említettem, ami volt az elmúlt időszakban, az az, hogy fokozatosan figyelünk a közterületeknek a fertőtlenítésére. Azonban egyetlen egy olyan gondolatom van még ezzel kapcsolatosan, hogy ha már kerültek kiosztásra szájmaszkok, és
minden háztartásba jutott, akkor igenis figyeljünk arra, hogy használjuk. Ugyanis rengeteg panasz érkezett annak tekintetében, hogy amikor belép valaki egy üzlethelyiségbe, akár egy bevásárlás, akár egy kisboltot nézve, nagyon kevesen használják a maszkot. Nyilván van, ez nagyon nehéz így ugye belülni, hogy pontosan, ha mondjuk százalékban szeretné meghatározni, de ha 10-ből egy emberen nincs, akkor az az egy is kirívó. Viszont jó lenne, hogyha tényleg fokozottan figyelnénk arra, egyfajta megnyugvást is jelent ez a másik félnek, vagy azoknak az embereknek, akik ugye bent tartózkodnak ugyanabba a térbe. Emiatt is fokozottan kérem Csepregváros lakosságát, hogy igen, és hogyha belépünk egy zárt térbe, ha elmegyünk bevásárolni, bármilyen ilyen ügyet intézünk, akkor igenis használjuk a kiosztott maszkokat, vagy azokat nyilván, amelyeket közben ugye máshonnan szerzett be egy-egy háztartás. Már csak néhány hét és elkészül a Büki katolikus templom parkjának felújítása. A sétány kiépítése látványos munkafolyamat, megnéztük közelebbről. Felülről látványos igazán a kertépítés elképzelése koncepciója a katolikus templomnál. Kirajzolódik a járda, már nem csak az útvonala, hanem az egésze, hiszen a helyükre kerültek a napokban a gyalogos útvonal kövei. Gránit keménységű, időtálló diabázból rakták ki az utat. A templompark számos emlékművel rendelkezik, amelyek most jól láthatókká váltak a feltárás következtében. Tulajdonképpen a tér kiemeli a legfőbb díszét, a templomot és ezeket az emlékműveket. Ehhez pedig az kellett, hogy a növénytelepítéssel együtt a sétányrendszert is átgondoljuk. A hősi emlékmű környék egy félkör alakban tulajdonképpen ilyen sugárirányba szétfutó járdákkal egyfajta fókuszpontot képezett a emlékmű körül, és a templomra irányítja rá a figyelmet. Ez most már a kiemelt világ ágyásokkal, kizsaluzott beton falu virágágyásokkal jól látható, és a járdák is az egyenes vonalvezetés mellett keresztirányban szabálytalan vonalvezetéssel egyfajta változatosságot visz bele a parkba, meg funkcionalitása is van ennek, hiszen keresztirányban nem volt átjárása a parknak. Ezeknek a nyomvonalát kialakították a szakemberek, a kivitelezők, a beton, illetve a szegélyezési munkákkal végeztek, most pedig a burkolás van folyamatban, tehát gyakorlatilag a felszíni munkák vannak hátra ebből a projektből, hiszen az öntözőrendszer, a földkábeles villanyhálózatot már kiépítették. Most a járdáknak, ahogy említette, a burkolása van hátra. Ott sem szokványos térkövet használunk, hanem a románkori templomhoz méltó terméskövet alkalmazunk. Egyébként magmás kőzetet, diabázt alkalmazunk rá, ez gyakorlatilag gránit keménységű. Tehát lényegében ide letéve leragasztva ez egy örök darab, ezt nyugodtan takarítható, terhelhető, sózható, ami ugye nagyon fontos volt, hogy megközelíthető legyen biztonságban a templom, itt a parkon keresztül ez a járda ezt teljesíti, úgyhogy esztétikus, praktikus, illetve időtálló anyagokból készült. A következő eleme az tulajdonképpen, ami párhuzamosan meg is indult a járdaépítéssel, az pedig a földmunkák, illetve az építőkkel mögött egyből jönnek a kertészek, akik a fászáró növényeket már ültették, és legvégén ugye majd a tereprendezés, elegyengetés, illetve a füvesítés történik meg. Pályázaton elnyert pénzből és önerőből is költ a gőzerővel zajló teljes felújításra a Büki önkormányzat. A Szent Kelemen kultusztól a Szent Kelemen kutig nevet viselő pályázatunk befejezéséhez közeledik. Ez 200 millió forintos visszatérítendő támogatást tartalmú, és 77 millió forinttal kiegészített, tehát közel 280 millió forint összértékű beruházás, amelyhez a 200 millió forint támogatást azt a gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program turisztikai részéből nyertük, és ennek a keretében a templomparkot, a Szent Kelemen plébánia templomparkját újítjuk fel. Az alapvető koncepció az, hogy történelmi, természeti és szakrális értelemben is ezt a teret megújítsuk, szépé tegyük, az értékeit kiemeljük. Ezért alapvetően az értékeket megtartva jelentősebb átalakítások, átépítések történtek.
lombkorona, cserje és gyep szint minden magasságban megújulást hoz a zöldben a park átépítése. Az átalakítás elsősorban a növényzetet foglalta magába, azt érintette, hiszen a korábban a Soprén Egyetem munkatársai által felmért növényállomány aszerint, a szakmai koncepció szerint megváltoztattuk, átalakítottuk, vagy éppen megőriztük. Tehát az értékesebb fák, egyedek azok megmaradtak, és újabbakkal lettek kiegészítve azok, amelyek kivágásra kerültek. A növény telepítésnél egy másik fontos szempont volt, hogy engedje láttatni a templomot, és a három növényszintet, a gyep, a cserje, illetve a lombkorona szintet azt kialakítsa. Nyilván ebből, ami már körvonalazódik jelen fázisban, az a lombkorona szint, illetve a cserje szint, az utolsó, a földmunkák végeztével történik meg a gyepesítés. Már csak néhány hét, és teljesen elkészül a Szent Kelemen templom parkja, az épített és a telepített elemek is. Nyár elejére, tehát 2020 júniusára az építési munkákkal végeznek a kivitelezőnek a munkatársai, és utána pedig következik a növénytelepítés, ami nyár derekáig elhúzódhat. A projekt befejezési határideje, tehát tulajdonképpen a harmadik negyedév első hónapjában várható, és nagyon fontos az, hogy ebben a koronavírus járványos időszakban is ezeket a fejlesztéseket be tudjuk fejezni, célba tudjuk juttatni, ki tudjuk egyelőre ezeket finanszírozni. Most ezek kerültek a sor elejére, hiszen ezeket biztonsággal be kell fejezni, és utána a járványhelyzet, illetve a gazdasági helyzetünk lehetőségeink függvényében tudunk dönteni a további tervevett vagy éppen elnyert projektek végrehajtásáról. Maszkokban voltak az árusok és a vevők is, délelőtt csak a 65 év felettiek vásárolhattak. A vírushelyzet miatti korlátozások mellett nyílt meg a Büki termelői piac. A TDM és a Művelődési Központ közösen szervezi a piacnapokat. Örültünk, hogy megnyithattuk, ugye, hát elég sok minden változott az elmúlt pár hónapban itt Bükön, Bükkfürdőn, és ennek az egyik eleme, hogy a termelői piac az a Művelődési Központhoz került, de az Egyesület ott van mellettünk támogatva, hiszen az Egyesület kolléganője segít is nekünk itt a szervezésbe, rendezésbe. Én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a kollégák ebbe az inséges időbe, program nélkül időbe szinte ugrottak a lehetőségre, hogy dolgozzunk, hogy csináljunk valamit, és hát meg is van az eredménye, hiszen mind a fiúk, mind a lányok nagyon kitettek magukért, rendbe rakták a kocánház környékét, tényleg, hogy méltóképpen fogadjuk a vendégeket. És én azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon jó helyszínre került a piac most. Terveink szerint úgy van, hogy ezt, amíg a turizmus újra be nem indul, addig itt fogjuk tartani, és vissza fog menni majd abban a régi időpontban, tehát amint a korlátozások egy kicsit enyhülnek, és nem kell megkülönböztetni a 65 év felettieket a 65 éven aluliaktól, abban a szempillanatban visszatérünk a délutáni nyitvatartás, és valószínűleg érkezni fog Pelczer Géza barátunk is, egy kis muzsikát adjon, és hát csinálunk természetesen egy méltóképpen polgármester úrra egy megnyitót is, csak most úgy gondoltuk, hogy ne legyen rendezvény jellege, hiszen az mégiscsak tiltott dolog. Nagyon-nagyon örömmel néztem, éppen amikor nyitott a piac, és kinéztünk, és láttam, hogy nagy szép számmal jönnek a vendégek, ami nagyon jó, és az is jó, hogy mindenki betartja, hogy a 11 és dél közötti időszak az a 65 éven felettieké, és a délutáni lesz a fiatalabb korosztály 65 év alattieké, és nagyon-nagyon remélem, hogy mind az árusok, mind a bükiek, vagy a környező településekről érkezők nagy megelégedésére fog szolgálni a piac, és hát jó volt látni polgármester úr az ablakban, hogy tényleg sorjáznak az emberek, és szerintem már várták, hogy egyrészt ki lehessen menni, másrészt pedig, hogy ezeket a termékeket lehessen újra menni. Már jelzik, hogy lesz még több árusunk is, de ugye a kocánház, a pajtába befogadó képességünk az még bírja, tehát vissza fognak jönni a régi arcok is, akiket láttak a kinti termelői piacon. És igen, örültek. Tehát nekem az a Ildikó, Gici Ildikó kolléganőm volt az árusok felé a koordinátor, és mindig azt mondta, hogy nagyon nagy örömmel jönnek ide az árusok árulni Bükre. Mi meg nagyon nagy örömmel fogadtuk őket, és hát azt is örömmel mondhatom, hogy eltérünk a megszokásoktól, a régi szokásoktól, a piac nagy valószínűség szerint karácsonyi nyitva lesz. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ez működjön,
hogy ez mindenképpen működjön az idei évben, úgyhogy elérhető legyen, hiszen itt minden feltételünk adott ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. A héten lett volna a Sok Színpad Társulat idei dupla bemutatója. A járványhelyzet felülírta a terveket, de természetesen nem adták fel a próbát, készülnek a jelmezek és a díszlet is. Alig egy hónapja, még szövegkönyvvel, de már jól haladt a próba, a Sok Színpad Társulat dupla bemutatóra gyakorolt. Ezt a munkát szakította meg a világjárvány miatti válsághelyzet, az, hogy nem tudnak próbálni, egyáltalán találkozni a társulat tagjai. Home office-ba próbálunk, ami ugye hát nagyon hülye hangzik, mert hát home office-ba nem lehet próbálni, ezt tudja mindenki. Mi azt kértük a srácoktól, hogy memorizálják a szöveget. Tehát próbálják beleírni magukat azokba a szerepekbe, amik ki lettek nekik osztva, és hát messengeren, különféle telekommunikációs eszközökön tartjuk egymással a kapcsolatot, viszont hát sajnos próbálni nem lehet, ami ugye egy nagyon létfontosságú dolog lenne ahhoz, hogy ezeket az előadásokat, amiket idénre tervezünk, be tudjuk mutatni. Úgyhogy most várakozó állásponton vagyunk, készülnek a díszletek a Lüsisztrátéhoz, Varónőnél ott vannak a ruhaméretek, tehát ő is dolgozik, hogyha ha tud dolgozni, és hát várjuk azt, hogy végre színpadra kerülhessünk. Hatalmas tervek voltak még, ugye vittük volna János Avitész Csepregre, nagyon vártak minket vele, akkor április most szombaton lett volna a két új előadásunknak, a Lüsisztrátének és a Kvitnek a bemutatója. Azzal is várunk, most már azt tudjuk, hogy júniusban terveztük, hogy elmegyünk Vasvárra a Színjátszó Fesztiválra. Hát ez sajnos tolódni fog, úgy néz ki, hogy októberre. És hát egyelőre az, hogy konkrétan, hogy mikor tudunk újra nekiállni az érdemi munkának, erre most még sajnos nem tudunk válaszolni mi se. Hát most már próbafolyamok közepén tartottunk, úgy mondom, tehát most már nagyon sok olyan rész volt egy-egy előadásban, amikor szövegkönyv az elkerült kézből, és végre láttuk azt, hogy játszunk. Tehát ezt, aki ebben benne van, az tudja nagyon jól, hogy amíg szövegkönyv van a kézben, addig nincs idő játékra. És most már nagy örömünkre szolgált tényleg, azt Kati néni is mondta, hogy ő rendezi a Lüsisztrátét, én a Kvittet. Tehát látszódott, hogy most már kezdi a társulat érezni a darabot, kezd benn játszani. Hát most majd, ugye, hogyha vége lesz ennek az egésznek, akkor szerintem kezdhetjük újra az építkezést az alapoktól, mert azért ez a home office-ba szöveget tanulunk, ez nem olyan, mint mikor ott van az ember próbán, mert azért ott azért mindig jobban rögződik a szöveg, mint hogyha én most otthon leülök, és akkor végszavazok akár, vagy kiúszkodom az én saját szövegemet. Tehát ez mindig jobban működött akkor, hogyha ott vagyunk közösségben és próbálunk. Hát most várunk, de én annyit tudok ígérni a kedves nézőknek, hogy mihelyt rendeződnek a dolgok, abban a pillanatban mi is jelentkezni fogunk, és kitűzünk egy új időpontot, ahol láthatják a két új előadásunkat. Madárhír és Sűn szabadság. Zöld fél perccel zárul a Közéleti Magazin. Új fajjal bővült a Vas megyében valaha megfigyelt madárfajok listája. Citrombillegetőt fotózott dr. Kóta András. Azért is jelentős az észlelés, mert ez a 300. megfigyelt madárfaj Vas megyében. Közben emlősökről is van hír, szabadon engedték az ősszel mentett és sikeresen áttelelt sünöket Kőszegen a Csernelkerti Madárvédelmi Mentőközpontban. Az 5 egészséges tüskés a jó idő beálltával birtokba vehette az arborétumot. Közéleti magazinunkat látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Új Közéleti magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak a Trio TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!